és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a teremtetek. A szentmise áldozatot elhunyt Eszterért és elhunyt Józsefért ajánljuk föl. Kedves testvéreim, a bevezetőjének fölhív bennünket, hogy keressük az Úr arcát, vagy örvendezzen a szívünk, aki keressük az Úr arcát. A mai evangéliumban Jézus az igaz bíró arcát festi meg nekünk, hogy az igaz bíró igaz ítéletében megigazulhassunk, igazá válhassunk, képe és hasonlása lehessünk a Jóistennek. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent. Jólom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat végeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igyekem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeptőtelen szűzmányát, az összes angyalokat és szenteket, és üveget testvéreim, hogy imádkozzatok életben, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az ő életre. Az Úr legyen veletek! És veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben az elbizakodottaknak, akik magukat igaznak gondolták, másokat pedig megvetettek, Jézus ezt a példabeszédet mondta. Két ember ment föl a templomba imádkozni. Az egyik farizeus volt, a másik vámos. A farizeus megállt, és így imádkozott magában. Istenem, hálát adok, mert nem vagyok olyan, mint a többi ember. Rabló, igazságtalan, házasságtörő, mint ez a vámos is. Kétszer bőtölök hetenként, és tizedet adok mindenemből, amin van. A vámos pedig távolabb állt meg, és szemét sem merte az égre emelni, hanem mellét verve így szólt. Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Mondom nektek, hogy ez megigazultan ment haza, amaz viszont nem. Mert mindaz, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig magát megalázza, azt felmagasztalják. Ezek az evangélium igéi. Evangélium tanítása legyen mindenki. Kedves testvéreim, ebben az evangéliumi részben többször elhangzik ez a szótő bővítményekkel is, hogy igaz. És az evangélista így is kezdi a beszámolóját Jézus példabeszédéről, hogy akik igaznak tartották magukat, és másokat pedig megvetettek, az ő számukra mondja a példabeszéd. Azt hiszem, hogy valamilyen szempontból minden emberre igaz ez, hogy valamilyen szempontból egy kicsit túl lövünk a célon, és igazabbnak gondoljuk magunkat, mint amilyenek vagyunk. Senki nem igaz bírálja magának, hanem az igaz bíró az egyedül az is. Az igaz bíró emberré lett Jézusban. És megmutatta, hogy milyen az igaz ember, az ő emberségében. És célként, és ebben lehetőségként mutatta be azt az emberi életet, amire minden embert teremtett az Isten. Célként, de nem elérhetetlen célként.
hiszen éppen azért mutatta meg ő emberségében, hogy milyen az Isten, hogy az általa és a rajta keresztül kapott kegyelmek révén az ő segítségével valóban olyan emberekké tudjunk válni, hogy Isten képe legyünk, mint ahogy ő emberségében az Isten képe és hasonlása. Vagyis, hogy a leszkésztetés arról, hogy ki az igaz és ki nem az igaz, milyen az igaz imádság és milyen a nem igaz imádság, milyen az igaz élet és milyen az igaztalan élet, minden emberről szól, tehát nekem is. Senki nem verheti a mellét, hogy én nem vagyok olyan, mint a többi ember. Mert azzal kellene kezdenünk egy helyes önismerettel, na és nem arról van szó, hogy olyan vagyok-e, mint a többi ember, hanem hogy olyan vagyok-e, mint az Isten. Mennyire tudom megközelíteni az igaz Isten? Vagyis, hogy alázatosnak kellene lenni. Vagyis, hogy az igazsághoz kellene igazodni. Ennek példája az, hogy valaki távolabb áll meg az Istentől. A szemét sem meri az égre emelni. A mellét verve imádkozik. Vagyis háromféle körülírással mutatja meg Jézus, az igazbíró, hogy milyen imádókat vár az Atya. És persze, úgy, ahogy ezek a körülírások, ezek testhelyzetet, testmozdulatot írnak le, valójában arról van szó, hogy milyen életet vár tőlünk a mennyei Atya. Mint hogy az imádság mögött ott van egy életforma, és az életforma pedig tükrözi azt, hogy milyen az embernek az imádsága, hogy szólítja meg az Isten. Ezek összefüggő dolgok. Isten igaz bíró, vagyis igazságos, de ő maga is igaz, szent, tökéletes. Igaz bíró, és nem személyválogató. Nála nem számít az, hogy ki melyik nemzetnek a fia. Nem számít az, hogy csúnya-e vagy szépe. Nem számít az, hogy szegénye vagy gazdag-e. És mindebben az igaz bíróságban az igaz szeretet mutatkozik meg. Neki minden ember a teremtménye, minden egyes ember. És minden egyes ember szeretné elvezetni önmagához, már ebben a földi életben. Aki készséges lelkülettel imádkozik, az elfogadásra tart. A készség pedig azt jelenti, hogy készséges arra, hogy az ő akarata belesimuljon az Isten akaratába. És az a kettő ne legyen különböző. És készséges arra, hogy nem csak az akarata simul bele az Isten akaratába, hanem ez meg is jelenik az ő életében. Ezeket az Isten magához fogadja. A megalázkodó imádsága áthatol az egeken. Vagyis, hogy az igazsághoz akar igazodni. És nem akar attól eltérni. És mert az igazsághoz akar igazodni, ezért bűnbánattal szólítja meg az ember, az Isten. Nem is jó az olyan kérés, ami nem bűnbánattal így. Akkor lesz igaz az imádságunk, igaz az életünk, ha bocsánatot kérünk először Istentől az emberi gyengeségeink miatt, és utána kérünk rá az egyéb más kéréseinkre. Bizakodó alázatunk visszahelyez bennünket az Isten és az emberek közösségébe. Mert a bizakozó alázat látja, hogy relatíva lehet bennem jó, hogy én nem vagyok ilyen vagy olyan, de nagyon jól tudja azt, hogy másban meg olyan vagyok, amilyen nem kellene lenni.
és ezért irgalmasan tudja nézni a másik embert, aki ilyen vagy olyan módon szintén nem olyan, mint a Jóisten. Mint ahogy önmagát is látja helyesen az igazságnak megfelelően, hogy én is másabb vagyok, mint amilyen kellene lenni. A bizalmunk alázat visszahelyez bennünket a közösségbe, mert az ember egyedül kétségbe, és ez elsősorban nem is az ember, hanem a Szent Háromság közössége lenne, akitől származunk, aki az élet forrása, és éltetni akar bennünket, hogy bizalmunk legyen benne. És ne essünk kétségbe saját gyengeségeink, vagy mások nyomorgatása miatt. Az imádság tulajdonképpen az ember élete kellene legyen. Ezért is mondja Jézus egy másik helyen, hogy szüntelenül kell imádkozni, vagyis szüntelenül kell élni együtt az Istennel, az Isten jelenlétében. Ez a szüntelen imádság, de ez nem megy másképp, mint úgy, hogy az ember konkrétan is szavakba öntve is megfogalmazza az Istennel való együttlétet. Megszólítja, mint jelenlévőt, aki sokkal inkább van jelen az ember életében, mint bármely más ember. És mennyire van fordítva a dolog, hogy sokkal inkább elfelejtjük, mint bármely más embert. Sokkal jobban élnek az emberek a tudataimba, akkor is, ha nincs mellettem, többet foglalkozok vele a másik emberrel, mint az Istennel, pedig az Isten sokkal közelebb van hozzám. Mindenkinél közelebb van. A szívemben, a lelkemben lakozik. Fedezzem fel. Az igaz élet, amely mögött igaz imádság kéne legyen. És mindezek mögött akkor az van, hogy az ember igaz, olyan, mint az Isten. Ezért van az, hogy a mai Timóteushoz írt második levélnek a részlete ezt tárja föl, ezt az embert tárja föl. Mert bár úgy tűnik, hogy nem imádkozik, hanem valakinek szól, és ez már nem Timóteus, hanem az egyháznak üzen. Minden embernek az egyházon keresztül valójában ez a három dolog tárul föl a mai szentveszkerészletében. Az igaz élet, az igaz ima, és ezért az igaz ember. Alázat nélkül nincs helyes ima. Az alázat az igazsághoz való igazodás. Az alapja az igaz imának és az igaz életnek. És ez akkor nézzünk, hogy hangzik, mint legfelső fokon ez a három dolog, hogy igaz ember, igaz élet és igaz élet. Engem ugyanis már kiöntenek, mint italáldozatot. Mögötte ott van egy igaz élet. Vállalja a vértanúságot a kereszténységért, Krisztusért. Ez az igaz életnek a csúcsa. Az igaz embernek, Krisztusnak a legszorosabb követése. A keresztény élet csúcsa. Kiöntenek, mint italáldozatot, hiszen a 22. Zsoltár Krisztusról szól, és minden követőiről, akit kiöntöttek, mint igaz áldozatot. Mert így kezdődik, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Aztán úgy folytatódik, hogy mint kiöntött víz, olyan lettem, minden csontom szerte hullott. Ehhez az igaz Krisztushoz igazodik Szent Pál apostol, és nekünk példát ad, hogy mi is jelent, mit jelent igaz életet élni, igaz imád mondani, igaz ember lenni. A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam. Ki az, aki ezt elmutatja magát? Az Úr igazságos bíró, ezért készen vár rám az igazság győzelmi koszorúja, ami el nem herhadó. Nem olyan
mint a babérlevél, ami elhervad, amit a görög olimpiában osztogattak, hanem az igaz élet befut az életbe, hogy valójában végre igazából boldog legyen. Örök jelenben az örök boldog Istennel, és azokkal, akik részesei ugyanennek az életnek. Amikor az ember a nyomorúsága mélyén van, és egyeszül a megfeszített Krisztussal, akkor lehet, hogy senki nincs mellette, mint ahogy mondja Szent Pál, de az Úr mellé. És ez pont el. Megszabadít az oroszlán dolgát, hogy befejezhessük a küldetésünket, teljességet, a magunk fajta keresztény életet, amely többet ér, mint a szó, az ige hirdetés. Mert a példán keresztül olvashatják le rólunk azt, hogy mi az igaz élet. Mely élet vezet a boldogság? És íme ismét a Krisztussal egyetünk lép, mert megidézi ismét Krisztus imáját, amely élet volt a kereszten. Szabadíts meg engem az oroszlán dorkából, engem a megalázottat, hogy hirdethessem a nevedet, mármint az Isten az Atya nevét, testvéreimnek. Az Istennel egyesült lép, amely a végsőkig az életnek a legmélyebb pontján, a legüldözöttebb, a legnagyobb szenvedélyben, a halál dorkában is bizakodó és összefonódott élet Krisztussal, aki erre példát adott a kínszenvedésében és a halálban. A hit, amely nem ismer határokat, és ezért áttör az egeket, és áttör ennek az életnek a valóságán egy másik életben, az örök életben, és átrepíti az embert. És erről szól ez a hitvallás, hogy az igaz bíró, az Isten meg fog engem menteni minden gonosz ármánytól, és meg fog szabadítani tőlük, és megment engem a mennyei országa számára. Hát íme a csúcsa az igaz imának, az igaz életnek, az igaz ember. Mivel pedig még ettől jócskán elmaradunk, ezért szálljunk magunkba, és kérjünk bocsánatot Istentől, hogy Uram, légy irgalmas nekem is. Mert ha ezt megtesszük őszinte szívvel, már is elértük a célunkat. Már is megragadott a lelkünk, a könyörülő Isten, és nem mondjuk azt, hogy nincs szükség arra, hogy Isten könyörüljön rajtunk. Nem tesszük magunkat szentté igazzá. Megvalljuk a rászorultságunkat, hiszen Isten minden embert az engedetlenségben foglalt össze, hogyha megvallja a gyöngeségét, akkor tudjon könyörülni minden ember.